a legkisebb kerekes járműn közlekedők töltötték meg a múlt héten a Veres Péter Kulturális Központ előtti parkot. Milyen apropóból? Az idén másodjára csatlakoztunk a mobilitási héten az autómentes naphoz a legkisebbekkel. Ugye már évek óta csináljuk a felnőtteknek a kerékpáros körtúránkat, és a legkisebbeknek most másodjára itt a parkban szerveztük meg ezt a programot. Gyakorlatilag egy meseerdőt hoztunk létre a gyerekeknek rengeteg feladattal, és igazából arról szólt a történet, hogy körbejárhatták a parkot, kitábláztuk nekik a kis feladatokat, nyilván olyanokat, amiket ők meg tudnak oldani, hogy gyakorlatilag bebarangolhatták a parkot akár kismotorral, rollerrel, vagy gyalog, kinek hogy volt kedve. Szeretnénk ebből hagyományt teremteni, tehát reméljük, hogy jövőre és az elkövetkezendő években is meg tudjuk szervezni. Úgy látjuk egyébként, hogy van rá igény, szeretik a szülők és szeretik a gyerekek is. Körülbelül egy olyan 20-25 gyermek volt a programon, és az 9:30-tól körülbelül délig. Tavalyi évhez képest volt egy nagy újítás, a szervezők egy kicsit jobban elengedték a lurkok kezét. Igen, tavaly úgy csináltuk meg ezt a programot, hogy együtt mentünk a gyerekekkel. Ugye a kolléganőmmel ketten vezettük úgy mond a túrát, és mondtuk a feladatokat, és a gyerekek végrehajtották, de az volt igazából a tapasztalatunk, hogy ugye mivel kicsi gyerekekről van szó, 1, 2, 3, 4, 5 évesekről, és ugye hát nem mindenki velünk tartott, nem egy tempóba jöttek, volt, aki más irányba ment, és akkor azt gondoltuk, hogy talán így egyszerűbb, hogyha kitáblázzuk, tehát nagyon kis aranyos történetekre fűztük fel, az erdőben rengeteg sok állat él, az egyikhez jöttek a barátok, a másik elment, és a lábnyomokat kellett felismerni, és erre próbáltuk felfűzni, és azt gondoltuk, hogy így a szülőkkel, vagy nagyobb testvérrel együtt is könnyen bejárható, el tudják olvasni nekik a feladatot, és akkor mindenki a saját tempójában, és arra megy, amerre akad. Jól boldogultak ezzel az új módszerrel is a résztvevő kicsik? Igen, jól boldogultak, de egyébként már vannak ötleteink, hogy a tavalyit, meg az idei évet jövőre hogyan fogjuk ötvözni, és megint egy kicsit máshogy megvalósítani ezt a programot.